És már is folytatjuk a műsort, vendégem a stúdióban Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára. Tisztelettel köszöntelek. Szervusz. Köszönjük Sisi nevében is. Szilárd, a legfontosabb politikai kérdéssel kell kezdjük, ami azt gondolom, hogy ezekben az időszakokban leginkább foglalkoztatja a közvéleményt. Te mivel eszed a pacalt? Én? Nyúljával, füstölt nyúljával, csülökkel, velővel és bármivel, de leginkább kanál a métányérból. Az, jó, akkor maradhatsz. Ha azt mondtad volna, hogy főtt krumplival, kizavartalak ne, volna a stúdióban. Az lehetetlen, krumplit nem szabad a ugyanis pacalhoz. Ugyanis férfi ember a pacalt üresen eszi, ecetes paprikával, nagy kanállal. Igen. Egyébként a nyúja, annak mi a másik neve? Hallottam már ezt a kifejezést. Csak az a füstölt borda, a bordának a porcos alsó része. És azt is belefőzöm. Ajaj. Oké, még egy kicsit el kell zarándokoljunk, még maradunk a politikánál. Marha pörkölt. Az is jó. A másik nagyon fontos dolog a világon a marha pörkölt. Itt is meg kell kérdeznem, mivel főzöd? Vörösborosan? Hát természetesen, és zsírral. Ugye gondolom ez lett volna, hogy hallom, hogy legújabban olajjal csinálják a marha pörköltet, hát ez döbbenetes. Ezt ki kell tiltani a konyhában. Teljes egészében. Én még a kacsazsírt is mellőzném mellőle. Sertészsírral csinálom. Kacsazsír? Hallottál olyat? Persze, hogy nem, van is ilyen receptúrám otthon. Úgyhogy... Kacsazsíros marha pörkölt. Olyat még nem hallottam. Viszont még egy utolsót meg kell beszéljünk. Kihívnálak. Már egyszer kihívtál egyébként. Egyszer már volt egy ilyen csatánk, de aztán nem mérkőztünk aztán meg. Aztán igen, elmaradt, de most tényleg kihívnálak, Lecsó ügyben hívnálak. Lecsó ügyben is. Ugyanis Lecsóban én verhetetlen vagyok. Te hogy csinálod a Lecsót? De te azt mondtad, hogy virslővel. Én meg a virslit ki nem állhatom. A virsli ne... Kolbásszal és szalonnával csinálom. Barbár. Teljesen barbár. És tojással vagy tojás nélkül? Az már lényegtelen, tehát. Én sem szeretem a virslit, de valamit, én is teszek kolbászt a lecsóba, az íze véget, de valamiért a lecsó szerintem főtt virslivel finomabb. Na jó, de azt majd eldönti a közönség. Én még nem ettem jó virslit, tehát ezért mondom ezt. Van, tudok javasolni egy, na majd ezt utána megbeszéljük. Na jó. És akkor egy